Hát sziasztok srácok, köszöntelek titeket itt a műsorban. 2022-es az alakulás. Mi minden történt azóta a csapattal? Ugye nagyon fiatalok vagytok, hogyan tudjátok mondjuk összeszervezni ilyen fiatalon a próbákat? Azért elég sokan vagytok ti ebbe a zenekarba. Sziasztok! Hát igen, öten vagyunk, és ebből hárman idén is érettségizünk, úgyhogy igen, elég sok mindent kell figyelembe venni. De szerencsére még, amikor kicsit jobban ráért mindenki, még 22 elején, akkor beállt egy hétfői próbanap, és ezért van lehet arra hivatkozni, hogy ha eddig akkor próbáltunk, akkor most már is eddig, tehát továbbiakban is akkor fogunk. Úgyhogy szerencsére ezt ezzel sikerült megoldani, hogy így lett egy lefixált dolog, ami ilyen, hát mondjuk a szent és értetetlen. Ti ugye ketten tesók vagytok, ez könnyíti vagy nehezíti a zenekari munkát? Könnyíti. Én is inkább ezt mondanám. Most már nem ismerek más, de nem úgy tényleg. Tehát mi úgy indult az egész zenekar, úgy alakultunk zenekarra, hogy mi elkezdtünk Bercivel ketten zenélni. Én szövegeket írtam, ő pedig azokat megzenésítette, vagy fordítva ő írt egy dalt, én írtam rá a szöveget, és akkor így, amikor összejött pár dal, akkor alapítottuk a bandát, és akkor csatlakoztak a többiek. Stílust is egy picit határozzuk meg, ugye indie blues rock gyakorlatilag egy ilyen multikulti. Mi az, ami ezek közül mégis kiemelhető, hogy mi a ti fővonalatok? Hát ami ilyen zene elméletileg, vagy így technikailag sokszor előfordul, az a blues, bluesos megoldások, de ez nem abban nyilvánul meg, hogy ilyen tipikus, tehát nem ilyen whisky blues játszunk ennek. Nyilván ehhez mondjuk a korunk se túl alkalmas, de sok ilyen blues-szerű megoldás van harmóniailag, meg dallamvezetésileg, amik, hát én nagyon-nagyon szeretem a blues, és ez emiatt van, hogy ez így benne maragadt a kezemben, és minden dalírásnál, vagy hát nagyon sokszor előjön. Szóval talán ez, ami ilyen motivumilag a legfőbb. Igen, én ezt mondanám a legerősebbnek talán. És a tesód is így gondolja vajon? Hát a zenei részét azt általában rá szoktam bízni Bercire, mert ő, aki ehhez nagyon ért, én inkább a szöveg részét, illetve a dobot hozom. Alapvetően igen, szerintem még így a rock nem egy ilyen nagyon erős, nem hard rock, de egy ilyen rock and roll-osabb hát, vonal indie is. Rock. Indie rock. Igen, az is megjelenik, igen, erősen. Igen, azért egy picit furcsáltam volna, hogy ennyire nagyon fiatalon, azért tényleg nem azt a whisky blues hozzátok, tehát az nem illett volna hozzátok, de ez az indie vonal, ez sokkal inkább, de ha már így átvetted a szót, akkor beszéljünk egy picit a dalszövegekről. Azok hogy születnek meg nálatok? Változó. Ugye alapvetően a két csoportra tudjuk bontani, ugye, hogy vagy a szöveg születik először, vagy a zene. Nálunk ez is változó. Tehát most mi megjelent tavaly albumunk, az első kislemezünk végül is 7 számmal. Ott is 2 vagy 3 szám volt, ahol a szöveg volt először, a 3-4-nél pedig a dal, tehát ez is változó. Úgyhogy ha Berci hoz egy dalt, akkor én elkezdek gondolkodni, hogy ez mi illene, vagy néha neki is van már ötlete, és akkor azon megyek tovább. De van olyan, hogy csak ülök otthon, eszembe jut valami, írok egy ilyen régebben verset, most már próbálom a verset úgy felbontani, felosztani részekre, hogy már akkor tudom, hogy melyik lesz a verse, bridge, refrain, prikórus, stb. És akkor lényegében már egy dalszöveget írok a vers helyett, és akkor azt ő meg tovább viszi. Van olyan témakör, vagy olyan fő motívum, amit nagyon szeretsz beleszülni a dalszövegekbe, vagy amit tényleg nagyon közel áll hozzád? Hát egy ilyen konkrétumot nem tudok most mondani, tehát ilyen szót vagy mondatot, viszont így a téma egyelőre még nagyon így azt érzem, hogy így ilyen távlatokba beszélünk és gondolkodunk, és nem annyira konkretizálunk. Most pont ez egy cél is, hogy a következő dalszövegekben próbáljunk majd kicsit így tényleg nagyon tárgyiasak lenni, és leírni azt, amit nagyon érzékelünk. Most kicsit ilyen a szövegeink is olyanak, hogy jobban ilyen távlatokba, nagyobb vonalakba, évekbe, évtizedekbe gondolkodnak. És amikor először a dalszöveg születik meg, akkor utána mennyire nehéz, vagy hogyha tesók vagytok, akkor mennyire könnyű hozzá magát a zenét, meg a ritmust hozzátenni? Hát most, amikor ez legutóbb történt, ez a Mephisto című dal volt a Backstreet az Erdő című új lemezen, vagy hát viszonylag új lemezen, és ott meglepően könnyű volt. Hát akkor biztos szerencsém is volt, meg elkaptam azt, amit a Marci írt. Olyan hangulatban voltam, ami illett a szöveghez, úgyhogy ez a legutóbbi alkalom, mert ez ilyen nagyon természetesen sikerült. Volt olyan is, amikor például egymástól függetlenül írtunk dalt és zenét, és utólag kiderült, hogy passzol egymásra. Úgyhogy ezzel eddig szerencsére elég jól sikerült dolgozni. És akkor itt igazoljátok is magatokat, hogy az, hogy tesók vagytok, az gyakorlatilag megkönnyíti azt, hogy megszülessenek a dalok. És ugye volt egy lemezbemutatótok is már a stúdiózás után az A38-on, de meséljetek, az milyen volt ilyen fiatalon azért A38-on lemezbemutató, szerintem ez baromi nagy szó.
Hát hatalmas élmény. Tehát én amikor felmentem, én előtte viszonylag izgultam, mert tudtuk, hogy sokan lesznek, sőt a legtöbben eddig bármely koncertünkön ott voltak, és azért volt bennem egy kis drug, de aztán fölmentem, és annyira élveztem, nem akartam, hogy vége legyen, viszont nagyon elfáradtam a végére, tehát hatalmas ilyen koncentráció kellett, hogy ott legyünk és mindenre figyeljünk, úgyhogy eszméletlen élmény volt, nagyon szerettük. Hát ilyen technikai dolgok voltak, nyilván hibák, már csak azért is, mert talán nem izgultunk soha annyira, meg amiatt, mert nem tudom, hideg is volt, meg nyilván igen, izgultunk. Például ugye a hideg az a kézbemelegítésnek azért nem könnyített. Meg hosszan játszottunk, és tehát ilyen hosszan még sose játszottunk, és ez nyilván előhozott azért hibákat. Meg volt egy két vendégünk is, vokalistánk, trombitásunk, és akkor velük nem volt még annyira bejáratott a produkció, mert először játszottunk velük. Én egyszer kitapostam a kábelt szerintem a gitáromból, de pont olyan részen, amikor nem játszottam, úgyhogy úgy szerúgtam, hogy szerintem nagyon kevesen vették észre. És ugye a zenekar tagjai, ők már régebb óta zenélnek, tehát hogy azért sokféle formációban megfordultatok már, és én azt olvastam, hogy úgy éreztétek, hogy ez a banda is így meg kell, hogy szülessen. Úgy érzitek, hogy jó döntés volt, hogy megszületett ez a zenekar, és sokáig fogja ezt még csinálni a csapat? Így ebben a felállásban? Hát egyértelműen jó döntés volt szerintem, és már úgy érezzük, mert például eleinte még nem is próbateremben próbáltunk, mert még nem is volt dobszárkunk, szóval most az utóbbi két évben nagyon sok minden történt, és nagyon sok felé jártunk, és hogy egyre elkezdünk összeszokni, és a közös kalandok, közös, múltkor a szarvasi tejcsuktatóról mentünk haza, én vezettem, öten mentünk csak le éjszaka, tudom, éjfél volt már, nagyon késő, és szülnapja volt a billentyűsnek, és énekeltünk a kocsiba, és nagyon jó hangulat volt, úgyhogy nagyon azt érzem, hogy nagyon elindult a dolog, úgyhogy reméljük, hogy minél tovább. Akkor ez nem csak egy profi és összeszokott zenekar, hanem egy barátság is tulajdonképpen. Így van, hát abból született végül is, igen. Mit mondtok, hogyha azt mondom, hogy Anna and the Barbies? Kiskun Félegyháza. Így van, igen. Na, meséljetek erről egy picit. Hát ezt a lehetőséget is nyertük egy hasonló Jön Öröm a Zenés Tehetségkutatón, és nagyon örültünk neki, mert én régóta hallgatom Annáikat, nagyon szeretem a zenéjüket, úgyhogy amikor megtudtuk, hogy előttük játszhatunk, az nagyon, nagyon jó volt. Hát mi nem játszottunk még ott, de amúgy nekem a klub is nagyon szimpatikus volt, nagyon-nagyon jó kis klub, és hát nagyon jó volt előttük játszani. Van egy klasszikus kérdésem a beszélgetés végén, hogy 10 év múlva mit gondoltok, hol fog tartani a csapat? Előrébb. Én elfogadom. Ez nagyon homályos, de legyen. Oké, köszönöm szépen. Köszönjük. A szó, ami hiányzik, nekem veszettő. A szememben szemed látszik, de míg mellettem nem ül senki, addig hiába minden mondat az én történetem, ha csak a fejemben szól. Az énekem, énekem, életem, életemről, de kis történelem. Napokat ellapozgatom, fordítom a könyvet, a borító ólomszerű. A lapja felhő, könnyed, paras kis könyvezők, mellém lépben minden súlytalan, a remegő csendből a hangsúlyt talál. Mellék vagy főhős, megrendez, most ő győz, a rossz vagy, a jó volt, ez megszúrt, de elmúlt, s a tisztász vagy élet, a filmet, a képet megjegyzed, és nézed, és nézzél, most kérdezd még, kérdezd még! Most éred azt a filmet át, amit majd később csak nézni fog. Amit most teszed, azonban mosolyogsz. Napokat ellapozgatok, fordítom a könyvet, a borító ólomszerű. A lapja felhő, könnyed, paras kis könyvező, a mellém népben minden súlytalan, a remegő csendből a hangsúlyt talál. Vagy főhős, megrendez, most ő győz, a rossz vagy, a jó volt, ez megszúrt, de elmúlt, s a tisztász vagy élet, a filmet, a kérdés.
képet megjegyzed, és nézed, és nézzél, most kérdezz még, kérdezz még. Most éled azza a filmet rá, amit majd később csak nézni fogsz. Ó, most éled azza a filmet rá, amit most. Most éled azza a filmet rá, amit majd később csak nézni fogsz. Most éled azza a filmet. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.